Egy nap megváltozott a világuk. Azzal kezdődött, hogy furcsa kártyák kezdtek hullani az égből. Először ártalmatlannak tűntek, ezért a netes cimboráimmal kitaláltunk egy király új játékot. Ekkor döbbentünk rá, hogy a lapok nem is voltak olyan ártalmatlanok. Egy másik világ hihetetlen ereje dolgozott bennük. Az én nevem Dan, és a barátaimmal Runoval, Marucsóval, Julival, az ugrásra kész nagymenő Sunnal, és Alice-szel. Mi vagyunk a Bakugan szörnybúnyósok! Bakugan, egy játék, egy célért, két világban. Mit tehetnél mást? Esélyed oly kevés már. Rajta hátnyomás, kemény a harc, mi vár? A veszély egyre nő. Kezedben az erő. Közföld éjség, már nagyon rég. Az igazság győz, meglásd. De ez csak rajtunk áll. Ez a Bakugan. Bakugan szörnybúnyósok. Irány Naga városa. Runo! Julie, ne! Ne aggódj miattok! Tigrera majd megvédi őket. Nekünk mennünk kell tovább. Igen, igazad van. De én féltem őket. Rendben. Húzzunk bele, Drago! Igen. Kapaszkodj! Ezzel ítélve minden bizonnyal egy másik nemrég alakult világban vagyunk, amelyben a Tarkos dimenzió és a Pyros dimenzió keveredik. Ez biztos? Hát nem 100%, de én erre tippelnék. Ami egykor Vesztrója volt, most belülről dől a pusztulásba. Hogy ennek elejét vegyük, el kell kapnunk Nagát. Egy egész sereg Tarkos gárgánoit! Drago, körbevettek bennünket! Magukba szívták a dimenzió negatív energiáit, és így már rosszak lettek. Nagy bajban vagyunk. Gyere, rondaság! Képesség bekapcsol! Tűzfal! Kapaszkodj el, mindjárt földet érünk! Elég legyen! Ez itt nem Bakugan csata, szóval felesleges egymásra rontanunk. Tűnjetek el! Minél előbb! Sötét Pyros égi csapás! Mi folyik itt rá? Semmi jó! Sötét lángörvény! Ezek meg kik? Türelmetlenkedünk! Üdv a világunkban! Remélem, jól fog telni az itt tartózkodásod. Ha nem tudnék jobbat, azt mondanám, hogy megmentettünk! Ez a két Bakugan újfajta. Még sosem láttam ilyet. Kik vagytok? Feleljetek! Elnézésedet kérem a modortalanságomért. A nevem Centurion. A barátaim csak Drummondnak szólítanak. Drummond barátom kissé elhamarkodottan nyilatkozott, amikor azt mondta, hogy megmentett a garganoidoktól. Igen, elhallgattam egy fontos részletet, mert csak azért mentettelek meg, hogy én végezhessek veled. Ütött az órán, Dragonoid! Már a végzett dimenzió, Dragonoid! Ég veled!
Sötét Pyrosz égi csapás! Sötét lángörvény! Sebes penge! Ez Novolion! Mit keresett itt ez a vén csontzene? Egyelőre ne törődj vele! Ha eljön az ideje, ő is bevégzi, mint a többi! Hol vagyok? Dan! Drágo? Te rendben vagy? Igen, de hová kerültünk? Ha jól látom, valami barlangba. De fogalmam sincs, hogyan. Hát persze, emlékszem! Sebes penge! De ki volt az? Lám-lám, Drágo, végre visszatértél a hazádba! Ez egy Pyrosz Tigrera! Bocsáss meg, de csak későn döbbentem rá, hogy te lármázol a szomszéd kanyomban. A garganoidok olyan zajosak, alig hallottam. Szóval, ő az az ember, akiről annyit hallottam. Még sosem láttam ember, de be kell, hogy valljam, szemre nem tűnik valami soknak. Várjunk, téged miért nem fertőzött meg a negatív energia? Mert túl öreg vagyok. Különben is nem minden Bakugan budjant meg. Sokat segít, ha van még egy kevés sütnivalója. Mint nekem. Miért mentettél meg bennünket? Nem akarok közönyösnek tűnni, de nem volt jobb dolgom. Hát kösz. Jó, egyébként én nem vagyok. Nagyon örvendettem. Szólíts Novolionnak. Én is örülök, Novolion. Ne tévesszem meg a korom, még mindig van bennem erő. Elképesztő. Az a Novolion, akit a legbölcsebb Bakugannak neveznek. A legbölcsebb? És a legöregebb is. Mindent, amit a világunkról tudni lehet, ő tudja. Talán nem én vagyok a legbölcsebb, de azzal nem vitatkozom, hogy írd és mondd, én vagyok a legvénebb Bakugan. Bölcs Novolion, beszélj nekünk erről a dimenzióról. Pontosan mi történik körülöttünk? Először is Westroja megállás nélkül pusztul. Ha nem állítjuk meg a folyamatot, akkor az emberek világát is magával rántja a halálba. Ehhez ki kell csinálnunk Negát, igaz? Mondd, mit tegyünk? Azzal kezdődött, hogy a világunkban minden változásnak indul. De ami történik, az nem csupán a Pyrosz és Darkos dimenzió egyesülése, ó nem! Amióta a mi világunk és az emberi világ kapcsolatba került egymással, a mi dimenziónk elkezdte átvenni annak a sajátosságait. Gondolok itt az ég és a föld átalakulására. A változásokból nekünk is jut. Abnormális hóviharok a Hawaii-szigeteken, meg árvizek a sivatagban. Csak egyetlen esély van a káosz megállítására, ha a csendesség és a végtelenség magja visszakerül eredeti helyére. A lehető leggyorsabban. Akkor és csak is akkor fog helyreállni Westrojában az egyensúly. A végtelenség magja a legjobb kezekben van Weavernél. Nagától kell erővel elvennünk a másik magot. Ez a küldetésünk, Novolion. Ez esetben kövessetek engem. Elvezetlek titeket az univerzumok középpontjába, ahol Naga vár rátok. Meg fogok sülni, Drágo! Majd én megvédelek, Dan. Nehezemre esik elhinni, milyen sok minden tűnt el a világomból, Novolion. Nem csak a mi világunkból, barátom. A Bakugan világ teljes egészéből. Elmagyarázom. Amikor a különböző elemi dimenziók vegyülni kezdtek, az ökoszisztéma felborult és egy sereg újfajta Bakugan született a Pyrosz és a Darkos erők egyesüléséből. Igen, ez tök logikus. Truman és Centurion is így jött létre. Az a két Bakugan, a Ventus és Aquos világból. Meg az a kettő a Helios és Subterra világból. Ők is innen származnak. Úgy van. Mindannyian a negatív energiából születtek. Ennek eredményeképpen a szándékaik is sötétek. Azért élnek, hogy Nagát védelmezzék. Gyerünk, fussatok csak, barátaim! Annál jobban szórakozunk a vadászat során. Ezek a lények a természet torszülöttei, sosem lett volna szabad megszületniük. Szomorú tény, de úgy tűnik, bizonyos értelemben mind Naga önzőségének vagyunk az áldozatai. Szóval, ti csak Naga csahosainak tartotok bennünket?
Leckésztessük meg ezt a vén csontot, cimbora! Félre az utamból! Kinevezett ki főnöknek, te szárnyas hernyó! Át akartok jutni rajtunk? Ahhoz le kell győznetek bennünket. Szóval, ha elég bátrak vagytok, csak tessék, támadjatok! Ahogy akarod, te ostoba! Erőlöket! Sosem futamodtam meg egy csatától, nem ma fogom elkezdeni! Támadás! Hú, ez őrültség! Nobolájon! Miattam ne aggódjál! Egy tűzelemű Bakugannak, mint nekem, beleesni a tízes láva folyamba olyan, mint egy kellemes meleg fürdőt venni. De a biztonság kedvéért, te ne próbálkozz meg vele, egy ember megcsülne tőle, ez jobb, ha elhiszed. Tudom, ezt már sejtettem korábban is. Igaza van. Maradj szorosan mellettem, Daniel, úgy meg tudlak védeni. Kösz, haver! Elkaplak, Dragonoid! Nekünk jön! Kapaszkodj erősen és lapulj meg! Oké. Kéne még egy kis erő. Képesség bekapcsol! Tűzbíró! Gyere, Békjó! Megbénította az erőmet! Tűztornáda! A Darkus képességeit használja, hogy hatástalanítsa az én erőmet, miközben a sajátja nő. Nem sokat tehetek ellene, ha? Kedves öreg Nobolájon, ha hallgatál volna az eszedre, lelépsz, amíg nem késő. Miért érzed, hogy muszáj ellenállod magának, holott tudod, hogy a harc kilátástalan? Nem tanultál, jó modor! Tiszteld az őseidet! Tessék! Már mióta vártam, hogy egy Bakugan és egy ember érkezzen a világunkba? Tarts ki, Nobolájon! Azzal, hogy az emberi világba ment, maga elhintette a pusztulás magvait. Az egyetlen esély a megmenekülésre, ha egy Bakugan kapcsolatba lép egy emberi lényel. Vetted már az adást? Érdekes. Ezek szerint te haszontalan vagy a számomra. Pusztulj! Nobolájon, ne! Kitartás, Nobolájon! Hallasz engem, Nobolájon! Mit aggodás? Túl öreg vagyok a csodaforradalomhoz, Drago. Ne szépítsük a dolgot, eljárt felettem az idő. Csodaforradalom? Az meg micsoda? Figyeljetek és elmagyarázom. Amikor a világunk létrejött, béke honott, nem folytak benne harcok. Hát egy nap történt valami, ami gyökeresen felforgatott mindent. A mag ketté hasadt, és az eddig osztatlan egészből kialakult 6 különböző elemű világ. Ez volt a végkezdete. Értem. Ez volt Vesztrója? Igen. Attól kezdve egy Bakugan sem maradt életben a számára idegen elemű dimenzióban. Megkezdődött a harc a túlélésért, amelynek során egyedi és hatalmas erejű szörnyek fejlődtek ki. Az a Bakugan, amelyik nem illett bele egyik világba, s a száműzöttként bolyongott a dimenziók közt átongó űrben. Ez volt az a pillanat, barátaim, amikor Naga megszületett. Elképesztő. Áruld el, Naga, te milyen elemű vagy? Mert se nem Héjós, se nem Ventus. Mi vagy te? Valami elegy? Mi vagyunk a fehérek. Nem tartozunk semmilyen elemi világhoz. Úgy hívnak az elfeledtek. A csodaforradalom volt az a pillanat, amikor a mag ketté vált. Naga megszületett, és a káosz felütötte a ronda fejét. Nobolájon! Maradj nyugton, barátom. Az egyensúlyt csak egy módon állíthatjátok helyre, ha a Bakugan és az ember egy-két harcol. Végezz Nagával, mielőtt ő lesz a dimenzió korlátlan ura. Sietnetek kell, az idő sajnos nem nekünk dolgozik. Menjetek, menjetek gyorsan, mielőtt túl késő lesz. Nobolájon!
Hát itt vagytok! Előlük akartatok elbújni? Essünk túl a küzdelmen. Mit szóltak? Igen, minél előbb annál jobb! Nobolion szerint ti torszülöttek, Naga talpnyalói vagytok! Ezért vettétek üldözőbe és öltétek meg! Megfizettek azért, amit Nobolionnal tettetek! Kapjuk elő, kedrágom! Mutasd meg! Örömmel, Daniel! Rajta! Portállap nyíj ki! Energia szívó! Elvagy az erőm! Egyre gyengülök! Gyengülök! Igen, mert az erőd átvándorol Drágóba. De jössz, Drágó! Takaríts le! Legvégső lán! Lenyűgöztél? Nem! Ezt kap ki! Hatástalanította a parancslapot! Velem szemben megsülteted a kis trükkjeidet, Dragonoid! Most rajta masom! Drágó! Gyorsan kell cselekednem! Oké, ezt nézzétek tetve! Agyszellem! Nem hatott az agyszellem! Hogy tudják folyton deaktiválni a portállapjaimat? Bolond ember! Bennünket sosem győzhetsz le! Sötét Pyrosz égi csapás! Abba, kérlek, ne bántsátok tovább! Mindent megteszek, csak ne bántsátok őt! Veszed le rólam a mocskos emberkeszedet, te féreg! Tend! Most megpusztulsz, Dragonoid! Sötét lánygörvény! Dan! Drágo! Dan! Drágo, azt kívánom, hogy bárcsak itt lenne velük, mellettük. Kész az ebéd, Elise. Gyere be! Már is megyek! Minden rendben? Ha beszélni akarsz, csak szólnod kell. Tudd, hogy én mindig itt vagyok neked, kisugocskám. Köszönöm. Hálás vagyok, Clara néni. Magamra hagynál egy percre, azonnal jövök. Ahogy akarod, de siess, mert kihűl az étel. Biztos vagyok benne, hogy Dan hangját hallottam. Azt kívánom, hogy bárcsak itt lenne, velük, mellettük. Vajon hogy értette ezt? Lehet, hogy bajba került. Bárcsak segíthetnék rajta. Oké, pozitív gondolkodás. Dan tud magára vigyázni, ezt nem vitathatom. Mi jut eszembe? Érzem, hogy Dan nagy veszélyben van. Egyszerűen tudom, a szívem súgja. Álarcos maszkja! Sebesen vágtatott az éjszakán át, hogy a reggeli fénynél megláthassa az újszülött fiát. Nem fújhat oly szél, mely megállásra bírja, szerettei közelsége előre hagyja. Nagyon szép. Klaus, nézd! Elise van itt. Elhagysz minket. Így van. Bunyós vagyok, és kötelességem segíteni Dannek. Sok szerencsét, Elise. Minden jót. Hú, de elfáradtam az ünnepi főzőcskétől.
eszek egy kicsit a remek főztömből, és közben megnézem a legklasszabb rajzfilmet. Most én következem a Cartoon Networkön. Én Chowder!